Ludas Matyi, Csipke Rózsika és Óz a nagy varázsló is megelevenedett a Bács-Fekete-hegyi gyermekszínjátszó műhely találkozón. A programon közel 500 gyerek és 30 csoport vett részt. A mai szerepedet hogyan mutatnád be, mit játszol, milyen a színdarabotok? Szerintem ötletes színdarabunk van, mert nincsen semmilyen díszítése, semmi, és én vagyok a Ludas Matyi, a Ludas Matyiba, és szerintem én jó játszok. De a többiek is nagyon jók. Mikor kezdtél színjátszani, és miért csinálod ezt? Már 3 éve, és azért, mert nagyon szeretek így színpadon fellépni, meg nagyon szeretek így színészkedni. Eladni mi? Amiben? Elvinni Mariba a közöttöbbi vásárba. Hogy még Iván se legyen? Nagy árat hoznék érte, meglátja. Te hogyan érzed magad ezen találkozón? Mi tetszik a legjobban? Hogy jók a zenék, jó viselkednek a gyerekek, jók a szerepek, sokat készültek rá. És te miért szeretsz színészkedni? Hát jó el vagyunk is, akkor játszunk közben, meg szórakozunk. Jó időtöltés. Milyen szerepeket játszottál eddig, mióta színészkedsz? Hát egy olyan 5. korom óta, 2-3 éve, akkor hát mindenféle szoktunk, nem tudom. Néha szövegeset, ilyen verseket szoktunk mondani. Melyik előadást tetszett neked legjobban? Az Adaiak azok. Már úgy kb. 2 éve járok. Már nővérem mondta egyszer, hogy nézz ebbe, hogy milyen az a színház, és tetszett nekem, és elkezdtük járni. Én a Gunár vagyok a szerepben, és mindig én vagyok az a nagyoskodó a szerepben is. Hogyan szoktatok próbálni? Hát próbálni először is, mikor mi nem tudjuk nagyon a szöveget, akkor olvassuk. Utána szoktuk kitalálni, hogy játsszuk el. Eddig milyen szerepeket játszottál? Eddig, hát én eddig voltam Vitéz László Aranyországban, én voltam az Zóra. Abban szerepeltem meg, volt egyszer, amikor a Rút kiskocsát játszottunk, meg a mostanén. Ez az egész csoport egy szerepet játszik tulajdonképpen, néma jelenet, szóval nincs benne semmi szöveg, és az egész csoport egyszerre van a színpadon, és egész végig. Miről szól? Ez egy osztálykirándulásról szól. Először, tehát maga a buszt is mi játsszuk, tehát megérkezünk a busszal a múzeumba, ott van a múzeumvezető, szobrok vannak, azokat megnézzük, utána elmondjuk a szobrokról a véleményünket, utána elmegyünk étterembe, ott eszünk, és ott következik a úgymond betörés, amikor jönnek a rablók, túszok vannak, majd jön a felmentősereg, a rendőrség, és utána megoldódik minden. Hogy tetszik neked ez a mai találkozó? Nagyon jó. Én voltam tavaly is, akkor is nagyon tetszett, és most is nagyon jó. Nincs ígére semmi. Szüntelen veszettük. Átkozódva kell, és szitkozódva fekszünk. Hagyományos színdarabok, mozgásszínházi elemek és modern feldolgozások is helyet kaptak az immár 6. alkalommal megszervezett Bács-Fekete-hegyi gyermekszínjátszó műhely találkozón. Vajdaság számos településéről érkeztek csoportok a megmérettetésre. A Ludas Matyi Fazekas Mihály földolgozása, de a Ludas Matyi vagy a libágágogás egy kicsit más, tehát ilyen modernabb szöveg van benne, de a tartalma az a Ludas Matyi lesz. Lesz benne Döbrögi is. A gyerekcsoportot hogy mutatná be? Hányan vannak, mióta álltak össze? 3 éve foglalkozok velük, akkor még volt, aki még akkor óvodás volt, most már az is ugye 3. 12-en vannak, néha 15-re is felszaporodik, de a 10 az, aki állandóan jönnek. 6-osok most kicsit kamaszodnak, de remélem, hogy azért jövőre is haladunk majd velük. Mennyire közkedvelt ez a műfej ott Zentán, a gyerek színjátszás? Hát sajnos nem, mert pont az, hogy szerb nyelven van a Miroslav Antić színjátszó csoport, aki a kicsikkel foglalkozik, de magyar nyelven nem volt eddig ilyen, és azért gondoltuk, hogy mi akkor mi egy civil szervezet vagyunk, hogy fölvállaljuk, és foglalkozunk a gyerekekkel, mert az iskola már nem bír velük is foglalkozni, mert ugye rengeteg tananyag, rengeteg minden van a tanítóknak is, és úgy gondoltuk, hogy akkor erre nagy szükség lenne. Az ilyen találkozókat hogyan értékeli?
Nagyon jó. Először mi tavaly jöttünk először, és azért jöttünk, hogy a gyerekek lássanak szín darabot, ahol gyerekek játszanak. És előbb csak úgy gondoltam, hogy eljövünk megnézni. De azután gondoltam, hogy ha már eljövünk nézni, akkor részt veszünk. És akkor tavaly úgy jöttem, hogy nem féltem a még mérettetéstől. Most már készültem, én is jártam a deszkára, a Szabadkai Színjátszó vezetőképzős ügyere, és most jobban izgulok. Mert pedig most nem, hogy tétje van, csak hogy szeretném, hogy gyerekek jól szerepeljenek. A civil szervezetet hogyan mutatná be? A mi civil szervezetünk gyermekeknek a szabadidő foglalkozását vette célba, és akkor mindig, amikor hétvége van, vagy pedig valamilyen esemény, akkor a gyerekekkel foglalkozunk. Vannak játékeszközeink, de csoportjátékokat, körjátékokat, olyanokat szoktunk velük játszani. Legközelebb lesz a Mosolytenger Zentán, a gyermekfesztivál, ahol szintén ott fogunk lenni. Milyen előadásokat hoztak ma ide? Tegnap játszottunk a nagyobbakkal, a Csakcsajok csapattal. Az egy olyan darab volt, amit a lányok írtak, illetve hát a lányok ötletei alapján állítottuk össze. A szülő-gyerek konfliktusról, a pályaválasztással való vívódásról szól. A mai darabunk a kisebbekkel, az 5.-6.-osokkal, ez pedig egy mesefeldolgozás, ami hát az ő szájízük és a szerepkörük alapján alakítottuk. Hogyan értékeli ezt a találkozót? Ó, hát ez egy remek dolog. Remek dolog. Azt tartom legfontosabbnak egyrészt, hogy láthatjuk egymást, hogy ki hogyan gondolkodik, mert volt itt mozgásszínháztól kezdve modern variáció, abszolút klasszikusan földolgozott darab is, tehát ez az egyik dolog. A másik pedig a gyerekeknek az ismerkedése. Hát itt az egy délután alatt halálos szerelmek szövődtek és életre szóló barátságok a másik csoportokkal, és szerintem ez a nagyon-nagyon fontos üzenete ennek a találkozónak, hogy ez a csöpnyi vajdasági magyarság, a magyar gyerekek láthassák egymást, ismerkedhessenek, és remélhetőleg ebből hosszantartó kapcsolat alakul. Ön milyen módszerekkel dolgozik a gyerekekkel? Hát attól függ, hogy milyen a darab. De egyébként a deszka képzésre járok, aminek már lassan a végén vagyunk, és hát ott nagyon sok csapatépítő játékot találtam, amit hát aztán természetesen alkalmaztam a gyerekekkel való fölkészülésben is. Mi alapján választ darabot, szöveget? Hát, hogy mit akarok én mondani, mint csoportvezető, ezt tanultuk a képzésen is, tehát, hogy mi az, amit én szeretnék üzenni, és hát aztán nyilván a gyerek csoporthoz kell megtalálni a darabot, mert nem lehet ráhúzni a gyerekre minden karaktert, hanem csak azt, ami megfelel az ő számára. Milyen darabbal érkeztek ma ide Bács-Fekete-hegyre? A darab címe osztálykirándulás volt, és próbáltuk egy kicsikét más módon megközelíteni ezt az osztálykirándulást, egy úgynevezett modernabb módon, tehát zenével, szöveg nélkül. Hányan tagjai a csoportnak? Hogyan mutatná be ezt a csoportot? Hát 22-en vannak tagjai neki, hát körülbelül úgy mutatnám be őket, hogy ennyi fiatal van a faluban, még 4-5 gyerekkel több. Tehát szinte minden gyerek ide jár, jelenleg itt 20-an vagyunk, egy tanulónk nem tudott már eljönni. Keviben milyen a művelődési élet, hogyan mutatná be? A Móra István Művelődés Egyesület 206 tag van jelenleg, ezt hozzá kell azt tennem, hogy 700-an sem vagyunk már a faluban, tehát elég sokan tagjai vagyunk, 7 csoportban működik az Egyesület. Mit csinálnak? Ez a 7 csoport felöleli a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, vannak kis csoportjaink, kis hagyományápolók, ők a Pillikék, akkor utána van a Szélforgó, a fiatalok csoportja, Ládafia, ez egy dramatizációs csoport, Gyöngyvirág, asszony néptán csoport, tambura zenekarunk, asszonykórusunk, valamint kézimunkaklubunk van. Hanyadszor jöttek el a találkozóra, és hogyan értékeli ezt a programot? Másodszor jöttünk el erre a találkozóra, tartalmasnak értékelem a programot, és az, ami nagyon fontos, hogy meg tudunk mutatkozni, tehát ezek a kisebb egyesületek is, és egyébként is a színjátszó csoportok meg tudnak mutatkozni, és az értékelésnél pedig mindig pozitív visszajelzéseket kapunk. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség közösen szervezte a kétnapos rendezvényt. Idén rekordszámú csoport jelentkezett a találkozóra. Azt látjuk, hogy egyre tömegesebbé válik, és egyre nagyobb rá az igény, és nagyobb a nyitottság, és a csoportok egyre több helyről érkeznek, és maguk a csoportok is egyre tömegesebbek. Tehát ez az, ami a legizgalmasabb, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtt
a csoportok nagy része ilyen tízes létszámú volt, persze volt egy-kettő, amelyiknek volt 20 tagja, most meg szinte mindegyik már 20 tagból áll, meg 21-22, tehát hogy magukban a csoportokban is van egy duzzadás, és nagyon izgalmas, hogy mindenből azt látjuk, hogy nagyon nagy igény van az ilyen jellegű találkozókra, és a csoportok egyre nyitottabbak a szakmai értékelésre is, nem csak egymásra, hanem a szakmai visszajelzésre. És ez fantasztikus dolog, mert sok helyen azt mondják, hogy a pedagógusok, a felkészítő tanárok, azok nem szeretik a kritikát. És itt azt látjuk, hogy ez nem így van. Nagyon nyitottak, és nagyon figyelnek, és nagyon meghallgatják a tanácsokat, és örömmel fogadják, hogy valaki végre szól hozzájuk szakmailag. Úgyhogy ez is egy ilyen fantasztikus dolog. A másik, ami fantasztikus dolog, hogy ezt össze lehetett hozni, ezt a találkozót. Ugye a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság beadott 4 pályázatot, és számított 20 csoportra. Ahhoz képest 30 csoport bejelentkezett, és a szükséges összegnek a 10%-áról tudtunk, hogy az talán majd valamikor meg lesz pályázati támogatásból, a tartományból. És akkor jött az idő, és jó, 10%-a van meg a pénznek, és jön 500 gyerek, tehát így valamit csinálni kell, és elkezdődött egy hatalmas adományozási akció, és fantasztikus volt, hogy nem csak a magyar cégek, hanem az albán pék, a szerb boltos, a montenegrói, a nem tudom, mindenki azt mondta minden probléma nélkül, hogy kell étkeztetni a gyerekeket, jó, hát akkor itt van 10 doboz tejföl, vagy nem tudom, 3 kiló rizs, és így nagyon fantasztikusan összejött, egy nagyon nagy összefogás, és 31 önkéntes segítőnk van pillanatnyilag itt a 2 nap alatt beszervezve, akik vagy az étkezésnél segítenek, vagy felszolgálnak, vagy játékot vezetnek, vagy a házigazda szerepét játsszák, vagy bemondóként vesznek részt, vagy bármit. És ez a 31 önkéntes, az nem csak bács-fekete-hegyi fiatalokból áll, hanem Zenta, Bajsa, Topolya, nagyon sok helyről, tehát így tényleg érezzük ennek a vajdasági hangulatát ennek a dolognak, és én azt gondolom, hogy a gyerekek is nagyon élvezik, a tegnapi csoportok szinte kivétel nélkül elkezdtek nyafogni a tanáraik, hogy jöjjünk vissza holnap is, de hát az már tényleg képtelenség lenne. Az a műhelytalálkozó célja, és azért is nevezzük műhelytalálkozónak, hogy valóban találkozhassanak egy ilyen oldott hangulatba ezek a csoportok, és hogy kapjanak egy szakmai visszajelzést, de ebből ne legyen verseny, tehát ne egy rivalizálás alakuljon ki, hanem inkább egy ilyen kapcsolatépítési és továbbfejlődési lehetőség legyen ez a találkozó, és úgy látjuk, hogy erre valóban igény is van. Kik értékelik a produkciókat? Egy 3-tagú zsűrink van, Hajó Zsuzsa drámatanár, Hegedűs Jenő színész, rendező Magyarországról, illetve egy vajdasági zsűritagunk van, ő pedig Vörös Imelda, aki a Szabadkai Gyermekszínház színésze, és egyik oktatónk a jelenleg is folyó Deszkára fel című képzéssorozaton. Ez lett volna a következő kérdésem, Deszkára fel. Az eddigi programokat hogyan értékeled, mennyire sikeres ez a program? A Deszkára fel program is egy olyan dolog, ami egy ilyen, úgy látszik, hogy nagyon nagy igény volt rá. Tehát ott is egy túljelentkezéssel találkozunk, és nagy érdeklődéssel, és ugye a szabadkai képzés lezárult már, az újvidéki most folyik, tegnap is volt egy képzési nap, és nagyon sok a fiatal a résztvevők között, és nagyon sok olyan van, aki még nem vezetett csoportot, de most szeretné elkezdeni. Úgyhogy én nem tudom, hogyha vége lesz a Deszkára felnek, akkor az azt jelenti, hogy ha még a Nagybecskere ki is lezárul, akkor lesz 75 új színjátszó rendezőnk, akik valószínűleg, hogy majd valahol meg akarják mutatni a munkájukat, és fogalmam sincs, hogy mit csinálunk jövőre, hogy tudjuk megszervezni, de nagyon nagy öröm.
6. alkalommal látogattunk el Bács-Fekete-hegyre a gyermekszínjátszó műhely találkozóra. 6. Miért szerveződik meg, milyen célral ez a rendezvény? Én azt hiszem, hogy vannak olyan rendezvények, és akkor ilyenkor akár egy fesztiválról beszélhetünk, akár színjátszó találkozókról, bármilyen táborokról, amit hogyha érzed, hogy pozitívak a visszajelzések, hogy megéri a belefektetett időt, energiát, munkát, akkor nem kétséges az, hogy a következő évben ismét meg kell szervezni. Ha nehézségek vannak, hogyha tényleg szinte semmi pénz nincs, vagy kétséges, hogy lesz valami pénz a megszervezésre, akkor is valahogy megpróbálja az ember a föld alól is előteremteni a lehetőséget arra, hogy összejöhessenek ezek a gyerekek és találkozhassanak. Nem tudom, hogy mennyire tudtátok figyelemmel követni az előadásokat, de ez hihetetlen, hogy minden csoport, aki már itt van és megérkezett, azok megnézik egymást, megnézik, hogy a társaik mit csináltak, mivel készültek. Szinte egész napra jönnek a csoportok, és próbálnak itt maradni a délutáni játékokra is, mert ez is egy kivételes lehetőség, hogy a más helyről érkezőkkel együtt játszanak. Próbáljuk minél több csoportba szétosztani őket, és különböző olyan fiatalok vállalták el a játékvezetést a tegnapi napon és a mai napon is, akiknek nagy gyakorlatuk, tapasztalatuk van abban, hogy lehet 25-30 emberrel együtt játszani, együtt csinálni valamit. Tehát, hogy ezek is nagy élmények. Megnézni azt, hogy máshol hogyan dolgoznak, mit csinálnak, mivel foglalkoznak. Hogy a doroszlói ötödikesek megnézik azt, hogy mit csinálnak a Szent Tamási 8-osok. Talán még soha nem találkoztak, lehet, hogy azt se tudják, hogy hol van a másik falu, ahonnan jöttek a kis színjátszók, de hát ahogyan ők érzik magukat, és amilyen örömmel mennek el innen, nem kérdés, hogy helye van ennek a rendezvénynek. Te színészként hogyan értékeled? Miért fontos, hogy a gyerekek színjátszással foglalkozzanak? Nagyon-nagyon sok időt és energiát fektetünk abba, hogy nem csak a kis színjátszókat, de az ő csoportvezetőiket, az ő rendezőiket is próbáljuk képezni. Hogyha megnézünk olyan fiatalokat, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van az ismeretségi körében, valahol akár a távolabbi ismerősök között valaki, aki foglalkozott már versmondással, színjátszással. Ha megnézed őket, összehasonlítod őket azokkal, akik csak a számítógép előtt ülnek, akkor látod, hogy teljesen más emberek, és jó értelembe véve. Tehát van egy nyitottságuk, nem jönnek zavarba attól, hogyha meg kell szólalni közönség előtt, hogyha meg kell szólalni akár feleléskor a tanár előtt. Hogyha bekerülnek egy új közösségbe, akkor nem a sarokba húzódva fognak ülni, hanem biztos vagyok abban, hogy nyitottan fognak a többiek felé közeledni. És hát kapnak egy magabiztosságot, egy másmilyen gondolkodásmódot, a helyzeteket nem feltétlenül problémaként fogják fel, hanem keresik a megoldási lehetőséget, és hát nem utolsó sorban az anyanyelvüket ápolják ezáltal. A csoportvezetők hogyan fogadják a kritikát, a jó tanácsokat? Ahogy mondtad, jó tanács. Tehát a kritikát ők sem nem rossz értelembe vett kioktatásnak veszik, hanem az a nagyon szép, hogy évről évre visszatérő csoportoknál látjuk a fejlődést. Tehát, hogyha az egyik évben azt mondják, hogy talán nem az a célszerű, hogy mindenféle díszletelemet bezsúfolunk a színpadra, hanem próbáljuk meg az egyszerűségre törekedni, akkor általában a következő évben valóban egy olyan darabot hoznak, és úgy dolgoznak a díszlettel, kellékkel, jelmezekkel, ahogyan az előző évben tanácsolta a zsűri. Mert tényleg remek zsűri van, nagyon-nagyon jó szakemberek mondják el a véleményüket, tapasztalt szakemberek, és igyekeznek meghallgatni és megfogadni ezeket a jó tanácsokat a csoportvezetők, tehát ők is nyitottak. Azt hiszem, hogy aki már ezzel foglalkozik, elhozza a diákjait egy-egy ilyen rendezvényre, az biztos, hogy nagyon nyitott. Én nekem volt szerencsém tavaly is itt lenni ugyanezen a műhely találkozón, és ezt mindenképpen fontos elmondani, hogy a tavalyihoz képest azért elég nagy fejlődés látható a csoportok munkájában. Úgy tűnik, hogy mindenki foglalkozott azzal, gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Vajdasági Magyar Művődési Intézetnek a képzései miatt is, amik ebben az évben elindultak, mindenki foglalkozott azzal, hogy hogyan lehet tovább lépni, hogyan lehet tovább fejlődni a csoportjaikkal a munkában. Miért fontos a gyermekszínjátszás? Miért fontos, hogy egy gyerek kiálljon a színpadra? Hát igazából nem is elsősorban a kiállás fontos szerintem, hanem az a folyamat, amin keresztül mennek a gyerekek, a kommunikációs és anyanyelvi képességeik mindenképpen
változnak, fejlődnek, minőségi változás van a személyiségben és általában ilyen munkákban, és hát nyilván nem akarjuk, hogy mindenki színész legyen, mert nem is lenne jó annyi színész lenne, tehát nem ez az elsődleges, hanem egy önkép kialakulása a világ megismerésének egy módja ez, és az egy plusz ráadás, hogyha van a gyereknek mondani valója a világról, vagy arról a folyamatról, amiben részt vesz, akkor nagyon hasznos, hogyha kiáll és elmondja nekünk, hogy mi is lássuk, hogy ők hogy látják a világot. Az előadásokat hogyan értékeli? Milyen jó tanácsokkal látja el a rendezőket? Nagyon, nagyon vegyes, hogy ki mivel próbálkozik, ezért nehéz egy ilyen összegző tanácsot mondani, mindenkinek más lehetne tanácsolni, de úgy érzem, hogy mindenki elindult egy nagyon jó úton, amin muszáj tovább menni ahhoz, hogy ezek a folyamatok, amikről eddig beszéltem, ezek kiteljesedhessenek, és én igazából ezt tanácsolom, hogy nehogy abba hagyják. A találkozó résztvevői közül a zsűri által legjobbnak értékelt csoport jutott tovább a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó gálájára Debrecenbe.